Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Stuttgart Repterére tartó buszjáratunkon. Először is Edward Almaiót szeretném kérdezni, hogy most értél vissza a sérülésedből, nagyon örülünk neki, nagyon hiányoltunk már. Értéked légy szíves a meccset a részedről, és hogy hogy van most a lábad? A lábam nagyon jó most, és a meccs nagyon szuper volt, fantasztik voltam, nagyon fókusz játszottam, és remélem a következő meccs is olyan jó lesz. Mi is reméljük, köszönjük szépen! Következő interjú alanyomnak Görbic Anitát szeretném felkérni. Görbe, gratulálunk, nagyon jól játszottál, nagyon jól lőtted a heteseinket, úgyhogy kérlek szépen, a te szemszögedben is értékeld a mérkőzés. Hogy láttad most a csapatod? Ugye most nagyon sok idegenbeli mérkőzés van mögöttünk, kérlek kicsit ezt így foglald össze nekünk, hogy érzed most a csapatot? Köszönöm. Nagyon-nagyon jó a csapat most, nagyon-nagyon jó a morál, és ami nagyon-nagyon tetszik a csapatban az, hogy nagyon-nagyon jól védekezünk, nagyon-nagyon agresszívan, ebből tudunk könnyű gólokat lőni, szerencsére hetesek is jönnek, úgyhogy szerencsére be is tudtam lőni mindent, nagyon örülök neki, nagyon-nagyon jól együtt van a csapat. Fantasztikusak voltatok, köszönöm szépen! Faluvegyi Dorottyát kérdezném, gratulálok az egyéni teljesítményedhez. Nagyon gyorsan játszottunk, a beatingem nem nagyon tudott mit kezdeni a támadásainkkal. Hogy értékelted ezt a találkozót? Köszönöm szépen, Csenge. Igen, én is úgy éreztem, hogy az első perctől kezdve nagyon kemény tempót diktáltunk, és ők nem igazán tudtak ehhez alkalmazkodni. Ebből önbizalmat merítettünk, és ez az egész meccsen kitartott. És mit gondolsz a jövő heti mérkőzésről? Meg lesz ott is a győzelem? Én biztos vagyok benne, hogy meg lesz a győzelem. Úgy gondolom, hogy nagyon fókuszáltnak kell maradnunk, mert ez ugyanolyan fontos lesz ez a második találkozó is, mint ez az első. És szerintem nagyon magasra tettük magunknak a mércét ezzel a mai védekezéssel, úgyhogy szeretnénk ezt megtartani. Mi is ezt kívánjuk. Hajrá, Győr!